Fölvágja. Jól áll? Igazi Amcsi, jó. Na, jó lesz. Gyertek, okay. Ketten ide, üljetek le. Most megrontom a idő, beülök közétek. Nehogy már mindig. Csaba, erről. Melyiket nézem, ezt vagy azt? Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt. Ja. Béla most nem kommentált. Mi a helyzet? Bepakoltunk. Én most jöttem le, aludtam. Remeg a kezem. De jó. Neked remeg? Nekünk nem, 5 óra óta. Hogy vagytok? Fáradtam, de... Fáradt vagyok, mert összesen aludtam megint 3,5 órát maximum. Ugye én már 4-kor lent voltam, és mikor mentünk fel, 1 óra körül mentünk fel. Remeg a kezem. Igen? Igen, már egy kis éget. Leltál meg volt? Csukat. Mehet. És akkor mehetünk. Szombat reggel van, kijöttünk a pályára, éppen most cukrozták le. A tegnap várt vihar elmaradt, hála Istennek, úgyhogy reméljük, hogy napközben sem érkezik meg, és nem mossa le a cukrot róla. Indul a nap a gépátvétellel, majd megkapjuk a gázhatároló kockát, azt be kell építeni. Indul a gyakorlás, utána az időmérők, és a stopfutam. Nem. Ez az enyém. Nem megkodik, az a Csabi. Ez a tiéd, bocsánat. Igen. Ez akkor hisz Csabát így akar. Nem, Dorcsák, bocsánat. Dorcsák. Ja, transzpózer, de akkor számát nem írjátok fel. De kell. Kell az is. Szépen kockát is. Már is adom. Látok, de a toll nem ment át a műszaki átvételen. Tudod a transzpózer számod a fejből? Ez a porlasztó meg a motor az... Nézd el. 603B van rajta, jó. És széria motor. Ezt fogod megkapni, hogy ilyen csavart csinálnom kell még, jó? Igen. Azért van megeszelve. Megeszelve. Most mi van lefelé? Befelé. Egyfeleképpen tört csajtorod, mert így fekszik be a... Jó, látom most már. Álljázz be. Csabinak a jeladó száma kell. Annyit csináltok meg, hogy a izét a... 707. 4970. Majd ragasztátok be a csavart szerintem, az a biztos. Beragasztok. Már még menetünk. Jó, beragasztok. Auto oké. Oké. Megkaptuk ezt a gázhatároló kockát, amit Csaba mindjárt meg fogja mutatni. Ez alumíniumból van megcsinálva. Ugye ez a 603B karburátort kell használni, annak fönt van egy ugye a hidegnyitó tengelynek a furata, és abba kell hidet betekerni, és hogyha húzom a gázt, odáig tudja húzni. Én még visszaállítottam a trimmet, hogy a tengelyt ne görbítse, legyen egy kis voltjáték neki. Uh-huh. Tehát igazából ez már ugye nem fog szállni. Igen, igen. Tehát ennyire fog kinyitni a pillangóta a fogba. Okay. Nem tudom, majd rá kell állítani a motort még, ráhúzni alulról, hogy gyorsuljon, hirtelen ugorjon. Uh-huh. Mert csak úgy tudsz elhívni, hogy alulról ugrasztuk az autót. Igen. Mert végre nem fogod tudni a kocka miatt. Kész lett az autód? Igen, kész lett. Most avval ügyködök, hogy mivel van az akkumulátor tartó, ami benne volt akkumulátor, az fel van egy kicsit pulposodva, lehet látni. Uh-huh. Így azt rendes, a teljes mértékben leszorította. Viszont az új akkumulátort nem szorítja le, és most jelenleg avval vagyok elfoglalva, hogy... feszes legyen, nehogy elhagyjuk az akkumulátort út közben, mert akkor elmegy az autó. 60-11, 50-49, ugye? Elkezded állítani, sülyeszteni kéne. Nem tudod már sülyeszteni. De éppen az nem sülyeszteni kell, mert ha sülyeszted, ne, akkor, akkor emeli. Akkor emeli. Itt emeled, akkor meg le. Az igenis, azért emeli. Ja, ne. Ja, oké, igazad. Ne.
Elrontom a szép kasznimat. Miért vágod ki, Csabi? Rohadt meleg van. Azért megnéztem. Meg a főnök azt mondta, igen. Állíts be a szervon majd is. Jó. Gabi, úgy kell adni egy kicsit? Most nézem, milyen lett. Jó lesz ez, ezt meg kell fogni, és még ki kell majd csiszolni. Csiszoló papírral. Sajnálom, milyen szép volt. Visszaragasztok pillanatragasztóval, verseny után. Meg van a négy köröd.